Nekem nagyon jó sikerült szerintem az év, tetszett nagyon a csapattal, nagyon szeretek lenni, és felhoztak most ide U19-be. Nagyon szeretem ezt a társaságot, mert sajnos egy pár játékosnak vége ifista kornak, de remélem, hogy majd MB2-ben még velük tartok. Milyen volt egyébként ilyen szempont az év, hiszen ugye U18-ba kezdtél, aztán MB2-be fejezted be, tehát gyakorlatilag három csapatban is játszottál. Hát jó volt. U18 ott úgy éreztem, hogy ott könnyű játszani, U19-be. Nem tudom, U19-ben sokkal gyorsabb a játék, hamarabb odaérnek. Keves emlet, az a sok trükk. Mert az MB2 az meg ott két meccsen játszottam, minden négy meccsen voltam keretben, két meccsen játszottam. Mind a kétszer beszálltam, ott jó ment a játék, úgy Sziget-Szent Miklós ellen egy fél időt kaptam, szerintem jó ment. Utána Veszprém ellen voltam keretben, csak egy negyed órát játszottam, és utána meg MTK ellen most itt nem álltam be. Priskin Tomival ti egy családban vagytok. Mi az, amit te elestél tőle, vagy mennyire volt fontos az ő karrierje abból a szempontból, hogy te is eddig eljussál? Tomi az szerintem más stílusú játékos, mint én. Ő inkább a erőfoci, ő aki beáll, leveszi a labdát, leteszi. Én meg inkább az a kis gyors, pörgős, játszós vagyok inkább. De azt, hogy látod, hogy ő mire vitte be a sportákba, ja, gyakorlatilag az válad is segít, hogy azt látod, hogy van értelme? Igen, persze, van egy jó példaképem, pont a bátyám. Hát szeretnék a nyomdokaiba lépni, és remélem jó úton haladok. Mi az, ami genetika, esetleg ami benne is benned is van, és mi az, ami egy szorgalommal kell hozzátenni? Hát az, hogy veszíteni ő se szeret, én se, utálunk mind a ketten. Szorgalomban hát voltam kint, láttam egy-két edzését, ott kint a játékosok 100-120%-osan mennek az edzéseken. Szerintem sokkal motiváltabbak, mint itt Magyarországon egy-két ember.